Kettőből kettő, ez eddig a Győri Audi Eto KC mérlege a női kézilabda NB1-ben, de Danyi Gábor a legutóbbi Budaörs elleni mérkőzés után azt mondta, hogy látott hibákat a játékban. Gábor, most volt néhány napotok, mennyire sikerült ezeket kijavítani? Hát az majd holnap kiderül az MTK ellen, hogy mennyit ért az a fajta videózás, illetve elemzés, értékelés, mert az tény is való, hogy a védekezésünk az ott komoly javítások szükségesek. Természetesen ebben nem azt mondom, hogy a támadásunk tökéletes, de azon én azt gondolom már látszik, hogy mit szeretnénk, hova szeretnénk elérni. Viszont a védekezésünk az első mérkőzésen a 26, itt pedig a 30 kapott gól, az biztos, hogy nem megengedhető. Ehhez képest milyen célokat fogsz kitűzni a holnapi MTK elleni mérkőzésen a csapat elé? Hát könnyű gólt nem kaphatunk, egyet se. Ezt megbeszéltük már egyébként az előző két mérkőzésen is, sőt a felkészülés alatt is folyamatosan. És én azt tudom, hogy ez a fajta tempó és ez a fajta iram, ez nagyon sok energiát viszel, és nem csak fizikumban, hanem koncentrálásba, fejbe is. De nyilván nem szabad ezt megengedni és rájuk hagyni. Ezen dolgozunk. Én azt gondolom a 20-22 kapott gól mérkőzéseken, én azt gondolom az egy reális cél. Ennek kell megfelelnünk. Nem unatkoztok, pénteken meccs, szerdán meccs, hogy bírjátok ezt a tempót így a szezon elején? Abszolút, hiszen erre vártunk. Nyilván, ha majd ezt megkérdezed márciusban, talán másképpen válaszolok rá, de nincs ebben semmi gond, mindenkinek ezt tudomásul kell venni, hiszen október elején kezdődik a BL, és valahol azokat a magyar bajnokikat le kell játszanunk, hogy felkészüljünk és haladjunk is előre, és nyilvánvaló, hogy eredményesek is legyünk.